Két pontos előnnyel érkezett a második helyen álló Kispest a harmadik helyezett kisvárdaiakhoz, akik szerettek volna visszavágni az ősszel elszenvedett 3 gólos vereségért, lehetőség szerint minimum 4 gólos győzelemmel, hogy pontazonosság esetén megelőzzék a fővárosiakat. Ehhez képest az első fél időben kiegyenlített játékot láthatott a közönség, a szünetre mindössze 1 gólos előnnyel vonulhatott le Rácz Sándor együttese. A második 30 percben aztán fokozatosan ellépett ellenfelétől a hazai csapat, amely végül a tervet túlteljesítve 6 gólos győzelmet aratott a kispestiek ellen. Három fázisra bontottuk ezt a meccset, tehát tudtuk, hogy ez egy friss, nagy fordulásszámon gyors csapat, tehát van olyan 30 percük, hogy felállt valami, szinte egyetlen támadás sem kell nekik megoldani, mert lerohanásba megoldják. Ezt mi az első fázist olyan 30-20-33 percig prognosztizáltuk. Utána egy ilyen utazó fázist, ahol lopva lehet majd rátenni gólkülönbségre, és nagyon fontos volt a zárófaktor, tehát hogy ott a megszerzett előny esetleg, ha létezik, akkor ezt meg kell tartani, hisz most mindent kipróbált itt az utolsó időszakban az ellenfél. Én úgy gondolom, hogy ezek a válaszok különösen támadásban megszülettek, védekezésben elfáradtunk, de jó kapus teljesítmények voltak ma. Az NB1B keleti csoportjának tabelláját az Egri Eszterházi főiskola csapata vezeti, megelőzve a 35 pontos Kisvárdai KC-t és a szintén 35 pontos Kispestet. A hírek szerint a szövetség 14-re emeli az NB1 létszámát, nem lesz kieső az élvonalból, és a két NB1B-s bajnok lép feljebb. Mivel a nyugaton első Szekszárd nem vállalja a magasabb osztályt, a keleten második, jelenállás szerint a Kisvárda előtt nyílhat meg az út. Várjuk azt a mendemonda nélküli versenykírást, ami majd szerintem előbb-utóbb megjelenik. Tény az, hogy fel akarják duzzasztani a magyar első osztályt. Tény az, hogy erre vannak alternatívák. Mi nekünk egy dolgunk van, hogy mindig a soron következő mérkőzésre készülünk. A Kisvárdai KC legközelebb Debrecenben a DVSC második csapat ellen lép pályára, majd 3 hazai mérkőzés, a Görd, a budapesti Szent Istvánese és az Eszterházi főiskola elleni találkozó vár Rácz Sándor együttesére.